Kedves nézőink, jó estét kívánok! Ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Országos egészségvédelmi szűrőprogram várta az érdeklődőket Tiszavasváriban. Ez is témánk lesz a mai napon, de előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Honvédelem minden szinten. Tovább kell fejleszteni a tartalékos haderőt. 40 éve működő ellátás, új vezető a hematológián a Vármegyei Kórházban. Fókuszban a megelőzés, szűrővizsgálati napot tartottak Tiszavasváriban. A honvédelmi hivatás valódi életpályamodell is egyben. Erről beszélt Szalai Bobrovnicki Kristóf, honvédelmi miniszter Nyíregyházán. A tárcavezető hangsúlyozta, elképzelni sem merték 15-20 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, hogy a magyar honvédség mára humán és technológiai szinten is az egyik legfejlettebb legyen Európában. A tavaszi zsibongás névre keresztelt esemény nem titkolt célja az volt, hogy még több ember érdeklődését felkeltsék a katonai pálya iránt. Szeretettel köszöntöm Nyíregyháza színe javát és virágát, a város, a vármegye képviselőit, a honvédség vezetőit, és nagy öröm és megtiszteltetés nekem, hogy itt állhatok. Sokfelé hívnak mostanában az országban, sok alkalmam volt beszélni különböző eseményeken, ünnepi eseményeken, informális eseményeken, formális eseményeken, NATO összejöveteleken, Európai Uniós értekezleteken, magunk is tartottunk néhány ilyet. Hogy őszinte legyek, zsibongásra még soha nem hívtak, ezért kicsit műfajilag zavarba vagyok, hogy mit is lehet kezdeni egy zsibongással. Ezért azt gondoltam, hogy a legjobban úgy használom ki ezt az alkalmat, hogyha megpróbálok egy kis hátteret adni, és kedvet csinálni ahhoz a jelenlévőknek zsibongás közben, hogy miért érdemes magyar honvédséggel és a magyar honvédség kiemelten a területvédelmi erőkkel, a tartalékossággal foglalkozni. Örömmel látom, hogy a teremben vannak kadétok is, akikre nagyon számítunk a jövőre vonatkozóan. És ugye Nyíregyháza, hogy polgármester úr is mondta, katonaváros. Katona története van, katona történelme van, akár meddig tekerjük vissza a történelem kerekét, mindig találunk itt alakulatokat. Szívemhez nagyon közel áll császári királyi 14. huszárezred, amely itt állomásozott sokáig, majd a 4. hadik huszárezred a két világháború között, de a rendszerváltáskor is 5 laktanya állt és üzemelt ebben a városban, és ez annak a garanciája, amit máshogy is látunk, de talán Magyarországon a leginkább ez Nyíregyházára és környékére igaz, hogy ahol katonák voltak, ahol katonák éltek és szolgáltak, még ha ma nem is olyan nagy mértékű a jelenlétünk, mint amilyen korábban volt, ott mindig sokkal nagyobb a társadalom, a város befogadása, figyelme, szeretete, értése a mi világunkkal kapcsolatban vagy ahhoz képest. Ezért a Magyar Honvédség vezetése és a kormány is, amikor honvédelemről, honvédelem ügyéről van szó, akkor mindig kiemelt figyelmet fordít Szabolcs, Szatmár-Bereg, Vármegyére és Nyíregyháza városra. A legjobb toborzási adatokat ez a régió adja mindig, és így a történelmünkhöz hűen számíthatunk az itt élő emberekre. Programról volt szó, ma délelőtt több helyen jártunk, de az egyik állomás Nyírterek volt, ami egy időben alapítását követően az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb honvédségi ingatlan és egyben laktanya volt, amely még most is a mi gondozásunkban, üzemeltetésünkben áll, sok fejlesztés vár erre a igen fontos objektumra, tehát az is mutatja, hogy itt vagyunk és jelen vagyunk. Az, hogy talán mintán mondhatják, hogy egy kalapács minden szögnek néz, de hát én vagyok Magyarországon a honvédelemért, a hadügyekért, és így tulajdonképpen másokkal együtt ugyan, de az önök biztonságáért felelős miniszter. Ezért mindent ebből a szempontból nézek. Még egy ilyen zsibongásnál is nem tudom elhessegetni azokat a gondolatokat, hogy nehéz idők járnak. Az, hogy a veszélyek korát éljük, az nem légből kapott politikai lózunk vagy fordulat, hanem sajnos nagyon komoly realitás. Nem tudjuk úgy kinyitni a tévét, vagy fölmenni az internetre, sajnos, hogy ne egy újabb háború, vagy valamelyik régebbi háború
felélépülésének lennénk, vagy újra kinyílásának lennénk a tanúi. Elég, hogyha a keret tőlünk keletre és innen nem nagyon messze lévő szomszédos Ukrajnában két éve dúló 20. századi típusú véres húsdarárula gondolunk, amelynek rövid távon katonai megoldását nem látjuk, miközben a magyar kormány kezdettől fogva képviselt álláspontja a tűzszünet és a béke azonnali eljövetele és az annak kívánása, de sajnos nem ebben az irányban forognak az események, hiszen még két évvel ezelőtt a nyugati hatalmak, NATO tagországok arról beszéltek, hogy rohamsisakokat, ezt-azt, időközben elmentek a Leopard harckocsik, már nagy részük, vagy egy részük komoly harcba is került, néhány meg is semmisült ezek közül. Aztán most már a harcászati multifunkciós repülőgépek átadásáról beszélünk, és az utóbbi hetekben megjelent a közbeszédben az is, nagy NATO tagállamok vezetői szájából elhangzó nyilatkozatok formájában, hogy hát valahogy a NATO-nak is ebben akár katonai formában, katonákkal is meg kellene jelennie. Ez egy olyan eszkalációs folyamat, aminek Magyarország nem örülhet, hanem minden eszközzel meg kell akadályoznia, hogy ez bekövetkezzen, és egy dolgot pedig mindenképpen azt, hogy Magyarország ebből kimaradjon, ezt meg is tesszük. De gondoljanak az Irán, mint állam, Izrael ellen, mint egy másik állam. Példátlan ennek a sok, tulajdonképpen 100 éves konfliktusnak a történetében, hogy állam az államra mér katonai értelembe vett csapást. Ezekben a percekben várjuk az izraeli ellencsapás várható méretét, formáját, kialakulását, de sajnos ez is egy olyan eszkalációs ingat, ami arra figyelmeztet minket, hogy bizony, nekünk is gondolni kell arra, hogy a biztonságunk az mindenek elé való. Az utóbbi évtizedekben ez volt Európa és a világ közhangulata is, megszoktuk a békét, megszoktuk azt, sőt arra gondoltak sokan, hogy soha többet nem fordulhat elő, különösen nem a művelt és civilizált világ berkeiben, hogy háború lesz a szónak a legklasszikusabb értelmében. És hát itt állunk most, és bizony nekünk magyaroknak is, és a társadalom széles rétegeinek gondolni kell arra, hogy ki és hogyan fog megvédeni minket. Természetesen itt van a NATO, 25 éve csatlakoztunk a NATO-hoz. A NATO a világ legnagyobb, legsikeresebb védelmi szövetsége, amely ráadásul most látjuk, hogy működik is. Hiszen amerre a NATO megjelenik, ott azért minden különböző ambícióval rendelkező állam visszafogja erőit, és jól látható, hogy ez egy biztonsági pajzsot emel körénk is. De nincs NATO nemzeti haderők nélkül. Ha az egyes országok nem zégzik el a haderő fejlesztési feladatokat, ha nem állítanak haderőt, ha azt nem tartják hadrendben, ha azokat nem fejlesztik folyamatosan, nem képzik őket, nem építenek tartalékos rendszert és a többi, akkor igazából a NATO az néhány jósvádájú, jó kitüntetett katonatiszt valahol Brüsszelbe, aki parancsokat ad a senkinek. Na hát nekünk az a dolgunk Magyarországon, pont a békénk védelme érdekében, hogy fölépítsük azt a nemzeti haderőt, amelyik egyrészt elrettentő erőt nyújt mindenki felé, kívülről, aki esetleg Magyarország felé akar bármilyen lépést tenni. Másrészt pedig elvégzi azt a szövetségesi kötelezettségét, amin keresztül mi is elvárhatjuk méltán a biztonsági garanciánkat adó egyéb nemzetektől, hogy lezárják és pajsként üzemeltessék a NATO-t. Ezért nagyon fontos, és ebben a feladatrendszerben van kiemelt jelentősége a tartalékosainknak. Hiszen, és ezt az építkezési munkát már évekkel ezelőtt megkezdtük, de már jelentős lépésekkel tulajdonképpen a második harmadában vagyunk ennek a munkának, hogy területvédelmi alapokra helyezzük a tartalékos rendszerünk működését. Hogyan működünk tehát most? Van egy hivatásos haderünk, amely támaszpont szerűen van jelen az ország bizonyos pontjain, amelyet hivatásos, professzionális, magasan képzett, missziókban tapasztalatot szerzett, nyelveket beszélő katonatisztek, altisztek és legénység képez, akik a haderőfejlesztésünk keretében kapják a legmodernebb, legjobb nyugati NATO-kompatibilis fegyverrendszereket. És ők ilyen formán képezik a haderőnk gerincét. Ők azok, akik tipikusan missziókban is jelen vannak, és ők a véderőnk gerince.
Emellett, ezzel párhuzamosan azonban fölépítünk egy területvédelmi tartalékos rendszert, hálózatot, amely nem támaszpontszerűen, hanem az egész országot lefedő módon kapillárisszerűen megjelenik az országban. Most már 7 területvédelmi ezredünk van, az első valóban Nyíregyházán a Vattai területvédelmi ezred volt, követte őket, vagy őt az összes többi, és fölállt mostanra az a 7 területvédelmi ezred, amely ezredenként 3 zászlóaljal, majd pedig az az alatti szinten 192 járási századdal újra visszaviszi az egyenruhát az egész országban. Hiszen itt az minket megelőző balliberális kormányok idején laktanyabezárások, nincs erre szükség, fegyverzetaradások, amit megtartottak, azt se gondozták, az egész egy elhanyagolt állapotot mondom. Alakulatok zártak be, csuktak be itt is a környéken. És most végre elérünk oda, hogy a magyar katona újra megjelenhet az országban mindenütt. És az ő fegyverzetük könnyebb, és a hagyományos fegyverrendszerek, fegyverek, kézifegyverek, illetve könnyű, korábbi technológiára támaszkodóan a rendelkezésükre álló raktárkészletek felhasználásával kerül felszerelése, és úgy, hogy a feladatrendszere kiegészíti a hivatásos katonákét, harctér előkészítés, objektumvédelem, katonai rendészeti feladatok, és megkerülhetetlenül fontos feladatok van abban, hogy a társadalommal, a városban élőkkel, a vármegyében élő magyar emberekkel, ahogy az történik is a Vattai ezred állományát és parancsnokát, illetően látom, hallom, hogy itt a vármegyében, itt a városban mindenütt jelen van a Vattai ezred, és kiválóan végzi azt a munkát, amit a tartalékosainktól várunk is, hogy népszerűsítsék a honvédséget, megmutassák magukat, és megmutassák azt, hogy a katonai életnek nem csak hivatásos formája van, persze az a véleményem szerint, mert a kalapács minden szögnek néz, a legszebb és legvonzóbb hivatás a világon, amit lehet választani, mindenkinek nagyon ajánlom, életpálya szerűen a honvédségi szolgálatot, de nem feltétlenül szükséges ezt meghozni, hanem lehet a területvédelmi ezredeinkhez kapcsolódóan helyben jelentkezni, helyben vagy a környéken kiképzést kapni, és utána helyben speciális támogató funkciókban részt venni a katonai szolgálatban. És az az állításom, hogy ez egy semmihez nem hasonlítható élményt ad a magyar fiataloknak, és nem olyan fiataloknak. Látjuk, hogy a területvédelmi tartalékosaink korfája az belenyúlik a 30-asokba, sőt néha följebb is, ami nagyon helyes, és nagyon fontos is. Életre szóló élményt nyújt annak, aki ide csatlakozik, és életre szóló képességeket is szereznek azok, akik a területvédelmi tartalékosokhoz csatlakoznak. Hiszen egy területvédelmi tartalékos rendkívül értékes. Nagyon értékes nekünk, az országnak, de önmagának is. Hiszen a kiképzettségen keresztül egy életre hordoz magával egy tartást és tudást, ami hasznos és értékes. Valamint egy közösséghez tartozást is jelent, aki egyszer a honvédség és egyedül a honvédség által nyújtható alapkiképzésben majd az azt követő gyakorlatokon részt vesz, az olyan összekovácsoló erő azokkal, akikkel ezt az élményt együtt élette meg, hogy aztán a civil életben is összetartsanak, és aztán a társadalom szövedékében egyre több ilyen jelenjen meg. A hematológia, a belgyógyászat egy speciális ága, amely a vérrel, a nyirokrendszerrel és a vérképzéssel foglalkozik. Sokaknak kissé megfoghatatlannak tűnik a terület, a Vármegyei Kórházban azonban már több mint 40 éve fontos része az ellátásnak. A részletekről az osztály nemrégiben kinevezett osztályvezető főorvosát, dr. Rejtő Lászlót kérdezem a következő percekben. Jó estét kívánok, doktor úr! Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást! Mi köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Január 1-e óta látja el az osztályvezetői főorvosi posztot a hematológián. Gratulálok ehhez! Köszönöm szépen! De már korábban évek óta dolgozik itt Nyíregyházán, párhuzamosan pedig Debrecenben is. Debrecen Egyetemen végeztem a tanulmányaimat, és ott kezdtem el dolgozni a 2-es belklinikán, és mindaddig ott dolgoztam, amíg át nem jöttem a Nyíregyházi Megyei Kórház hematológiai osztályára.
a két munka nem párhuzamosan folyik, tehát addig korábban Debrecenben dolgoztam, most pedig Nyíregyházán. Az, hogy önnek PhD van a nevében, ez azt jelenti, hogy ön kutatóorvos, ez pedig a szakmai munkájára nézvést és az osztály munkájára nézvést is azért fontos dolog, hogy egy kutatóorvos van az osztály élén. Igen, hát a klinikai munka mellett, hogy egy hármas egységben zajlik a munka, a napi betegellátás mellett oktatni is kell, és a munkának része, szerves része a kutatómunka, és hát ezen kutatómunka eredményeként született meg ez a PhD dolgozat, és hát azóta is több közleményben folyamatosan benne vagyok, vagy benne vagyunk, illetve rendszeresen járunk Magyarország, illetve nemzetközi konferenciákra, amelyeken részben előadásokat tartunk, részben pedig ott halljuk be a legújabb tudományos eredményeket, amely a betegellátás szempontjából nagyon fontos. Már a felvezetőben azért pár mondat erejéig elhangzott, hogy mit is jelent a hematológia, de azért arra kérem, hogy első kézből legyen, oly kedves, akkor magyarázza el a nézőknek, hogy a hematológia végül is mivel foglalkozik? Hát a hematológiát két részre bonthatnánk. A hematológia egyik része, amit talán legtöbben ismernek, a rossz indulatú vérképző szervi betegségeket jelenti. A másik része magába foglalja a vérszegénységet, a különböző vérszegénységeknek a differenciál diagnosztikáját, ami nem tartozik a rossz indulatú hematológiai betegségek közé. Tehát két részre oszthatjuk, egyrészt malignus rossz indulatú hematológiai betegségekre, másrészt nem rossz indulatú hematológiai betegségekre, beleértve az előbb említett vérszegénységet, például a vérlemezkéknek a nem megfelelő képződését, ide tartozik a véralvadászavaroknak a nagy családja, akár a vérzékenység, akár a fokozott trombózis hajlam, tehát mindezzel foglalkozik a hematológia. Érdemes megemlíteni, hogy hematológiai szakrendelése nagyon sok vérszegény beteg fordul meg, és a vérszegénységnek a hátterében nagyon sokszor vashiány vagy felszívódási zavar áll. A betegek egy része meg szokott lepődni, mikor azt mondjuk, hogy nincs hematológiai betegsége. Ezt azért érdemes tudni, mert a vérszegénységnek, a vashiányos vérszegénységnek mindig az a legfontosabb kérdése, hogy mi áll a háttérben, mi okozza. Például vérvesztés, daganatos betegség, és ilyenkor ilyen irányú kivizsgálásra van szüksége a betegeknek. A hematológia másik nagy része a hematológiai rossz indulatú betegségeket jelenti, és hát ez is egy nagyon színes betegségcsoportot jelent. Vannak nagyon heveny lefolyású, nagyon agresszív betegségek, ide tartoznak például a heveny leukémiák, amelyeknek a lefolyása megfelelő kezelés nélkül nagyon gyors szokott lenni, és hát vannak nagyon agresszív nyirokcsomókból kiinduló nyirokcsomó betegségek, limfómák, és hát a hematológiai betegségeknek egy másik része lassú lefolyást mutat, időnként kezelni sem kell, van úgy, hogy a betegeknek csak egy 10%-át, 20%-a szorul bizonyos betegségekben kezelésre, tehát egy nagyon színes, nagyon színes spektrummal rendelkező betegségcsoportról van szó, és a betegségeknek a lefolyása is nagyon nagy különbségeket tud mutatni. Eléggé nagy múltú osztályról van szó itt a József András Oktató Kórház Berkeiben, ez pedig azt jelenti, hogy van igény rá, hát mondhatjuk azt, hogy sajnálatos módon, no de az elmúlt időszakban mennyire nőtt meg az önökhöz fordulók száma, mi a tapasztalat? Valóban egy nagy forgalmú osztályról van szó. A hematológia osztály fekvőbeteg része 28 fekvőbeteg ágy, tehát 28 ágyat tartalmaz. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon modern körülmények között tudjuk a betegeinket ellátni. A legtöbb kórterem kétágyas, de vannak egyágyas izoláló kórtermek is, és hát ezen a 28 ágyon éves szinten 1100-1200 beteg fordul meg. A szakrendeléseken ennél lényegesen többen, tehát éves szinten az utóbbi években olyan 15 000 beteg
ellátására, vizsgálatára került sor. Beszéljünk arról, hogy milyen gyógymódok vagy modern gyógymódok vannak. Ez mennyire fejlődik ez a terület, a gyógyításnak ez a területe az ön tapasztalata, tudása szerint? Az orvostudományon belül a hematológia az egyik legdinamikusabban fejlődő terület, beleértve a újabb és újabb terápiákat, célzott kezeléseket, de itt kell említeni a modern diagnosztikát. Tehát az most is egy alap, hogy belenézzünk egy mikroszkópba, és megmondjuk, hogy a betegnek mi a baja, de ez ma már nem elég. Tehát nagyon kellenek a finomabb laboratóriumi vizsgálatok, molekuláris vizsgálatok, citogenetikai vizsgálatok, molekuláris genetikai vizsgálatok, tehát ezek egyike sem nélkülözhető már a modern hematológiai diagnosztikában. És ugyanígy fejlődik a terápia is, ugye, hogyha valaki azt hallja, hogy rossz indulatú hematológiai betegség, akkor rögtön a kemoterápia, a citosztatikus kezelés jut az eszébe, de mostanában egyre inkább előtérbe kerülnek a célzott kezelések, a biológiai kezelések, és nagyon sok beteget kemoterápia nélkül kezelünk. Kemoterápia nélkül, sok esetben fix idejű kezelésekkel, egy-két éves kezeléssel, nagyon jó általános állapotban remisszióba sikerül hozni, tehát a betegség eltűnik, és a betegnek a kezelését abba lehet hagyni, és sokáig, éveken keresztül teljesen panaszmentes jó állapotban, munkaképes állapotban vannak ezek a betegek. És hát vannak olyan betegségek is, amiről korábban azt mondták, hogy a bizonyos gyógyszereket a betegnek az élete végéig kell szedni, de ez a szemlélet is változik, vannak olyan betegségek, amikor jó eséllyel tartósan el lehet hagyni a gyógyszereket. Az újfajta gyógymódokat mennyire tudják viszonylag gyorsan beépíteni az osztály működési rendjébe, mennyire lehet? A modern terápiák jelentős része rendelkezésre áll, és hát vannak olyan területek, vannak olyan gyógyszerek, amik nagyon drágák, és még nincsenek forgalomba. Ezekhez a gyógyszerekhez a betegek úgy tudnak hozzájutni, hogy az osztályunk részt vesz több klinikai vizsgálatba, klinikai stadikba, és ezen klinikai vizsgálatok, ilyen fázis 2, fázis 3 vizsgálatok alapvetően, ezen klinikai vizsgálatok keretén belül a betegek olyan modern és nagyon hatékony gyógyszerekhez is hozzá tudnak jutni, amihez egyébként nem lenne lehetőség. De alapvetően a hematológiai kezelés az egy nagyon modern és dinamikusan fejlődő terápiát jelent. És az országos vérkeringésben mennyire tud ez az osztály szakmailag bekapcsolódni? Egy infrastruktúrába vagyunk beleágyazódva, tehát nagyon fontos, hogy az osztályunkon nagy tapasztalattal rendelkező orvosok dolgoznak, akár a fekvő betegellátás szintjén, akár a járó betegellátás szintjén, de nyilván számtalan osztálytól független, de ehhez kapcsolódó szakterületre van szükség. Például a heveny leukémiás betegek ellátásának elképzelhetetlen, hogy egy jó intenzív osztály ne álljon rendelkezésre. Nagyon fontosak a társ belgyógyászati szakmákkal való jó kapcsolat. Nagyon fontos az infektológiai háttér, de nagyon fontos a megfelelő, korábban említett laboratóriumi háttér. Itt a kórházunkban van egy nagyon jó labor, de a speciális vizsgálatokat, molekuláris vizsgálatokat nagyrészt a Debrecen Egyetem laboratóriumában végzik, a PET-CT döntő részét szintén a Debrecen Egyetemen végzik, kisebb részben időnként Budapesten is sor kerül rá. A betegek egy része őssejterápiára, csontvelő átültetésre szorul, ez szintén a Debrecen Egyetem hematológiai tanszékén történik, és hát mondhatnék nagyon fontos patológiai hátteret, amit részben Szegeden biztosítanak, részben a Debrecen Egyetem, részben Budapesten, tehát egy nagy infrastruktúrába vagyunk beleágyazódva, és akkor tud egy hematológia osztály jól működni, hogyha ezek a kapcsolatok jól működnek. Legyen így a továbbiakban is. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.
Fókuszban a megelőzés. Ezzel a szlogennel szerveztek kedden átfogó egészségvédelmi szűrőprogramot Tiszavasváriban. Az eseményen 50 féle vizsgálatot vehettek igénybe az érdeklődők ingyenesen, azonnali kiértékeléssel. A programot a miniszterelnöki kabinetiroda támogatásával rendezték meg. Igen. Ez egy szín, monoxid mérő, hát 11, az ugye piros is, amit villogatok, és ugye, hát majd oda tudjuk, tehát felvilágosítanak, jó? Magyarország átfogó egészségvédelmi programja 2010-ben kezdte meg működését. Legfőbb célja, hogy kortól, lakhelytől és foglalkozástól függetlenül minden magyar állampolgárnak lehetőséget biztosítson saját egészségi állapotának felmérésére. Ez segíti Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja, a közel 20 méteres szűrőkamion, ahol 50 átfogó vizsgálatot végeznek el a szakemberek a legkorszerűbb eszközökkel. Maga ez az óriási szűrőkamion az elmúlt 15 évben több mint 2600 helyszínen volt elérhető a lakosság részére, több mint 700 ezer magyar állampolgár látogatta eddig, és több mint 10 millió vizsgálati eredmény áll rendelkezésre a szakmai, illetve a tudományos munkához. Azt látjuk, hogy óriási igény van a lakosság részéről, azt is látjuk, hogy van hova fejlődni a magyar társadalomnak, rengeteg rizikófaktor kiszűrése kerül a helyszíneken. Itt beszéltünk a daganatos megbetegedésről, a szív- és érrendszeri problémákról, akár a szemproblémákról, de akár a túlsúlyról. Tehát mindenféleképpen jó, hogy ilyen magas a lakosság érdeklődése a program iránt, hiszen ez egy fontos segítség, fontos támpont mind a látogatók, mind a házi orvosok, mind a szakorvosok részére. Minden látogató kap egy 300 oldalas egészségkönyvet, ebbe van a szűrési adatlap, melyben fölvezetése kerül ugye az összes vizsgálati eredmény. A laikusok részére is értékelhető formában, hiszen piros zöld X-ek jelzik a megfelelő és eltérő értékeket, az eredmények az EST-be, illetve a látogatók kapnak itt egy úgynevezett információs prevenciós csomagot a szűrési adatlapjukkal együtt a végén, amely az ő részükre is segít ugye eligazodni ugye a vizsgálati eredmények soraiban. A szűrőkamion rócsószerűen járja az országot, naponta 4500 vizsgálatnak helyet biztosítva. Egy évben közel 200 helyszínt tudunk teljesíteni, ennyi naptári nap áll rendelkezés a megvalósításhoz. Egyébként most már több mint 1500 pályázat érkezik be hozzánk önkormányzatoktól, alapítványoktól, egyesületektől. Egyszerűen nem lehet kiszolgálni ennyi igényt. Próbáljuk elosztani. Tiszavasváriban még ez a szűrőprogram nem volt, ezért esett a választás ezen települése is. Ezért lobbizni kellett, hogy jöjjön el ez a kamion, és ez azt jelenti, hogy a prevenció, a szűrőprogram az életet menthet, mert ha időben fölismerik a problémát, akkor ez gyógyítható. Mert ugye ismerjük azt a mondatot, amikor az orvos azt mondja, hogy későn tetszett jönni, tehát itt gyakorlatilag ez a prevenció az azt jelenti, hogy az egyén megvizsgáltathatja magát, és hogyha valami probléma van, akkor házi orvosával vagy szakorvossal konzultálhat. Én még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon sokan eljöttek ide, ez is mutatja, hogy az egyénnek megvan a felelőssége, hogy ő maga is fontosnak tartja az egészségét, mert ma Magyarországon és talán az egész világon az egészség a legfőbb érték, ha egészség van, minden van, és ez nem csak az egyén szempontjából fontos, hanem a családja, a közösség és egy település, egy megye, egy ország szempontjából is. Miért pont Tiszavasvári, milyen itt a térségnek az egészségügyi helyzete, akár országos, akár európai viszonylatban? Azért Tiszavasvári, mert itt gyakorlatilag, ha azt nézzük országosan is, de itt Tiszavasváriban is környékén lehet még javítani az egészségügyi helyzeten, és azt akarjuk, hogy itt is minél tudatosabban jöjjenek el az emberek a szűrővizsgálatokra, ne azt gondolják, ha még nincs tünete egy betegségnek, akkor ők nem betegek, hanem egy ilyen speciális szűrővizsgálattal föl lehet deríteni korai időszakban a betegséget, és lehet kezelni, és lehet gyógyítani. Az egészségügy fontos terület Tiszavasvári önkormányzatának. Hosszú évek óta üzemeltetnek járóbeteg szakrendelést, és a lehető legmodernebb körülményeket igyekeznek biztosítani a városlakóknak. Néhány évvel ezelőtt például az orvosi rendelő újult meg egy egyedi kormányzati támogatásnak köszönhetően.
burkolás, nyílászáró cserék, fűtéskorszerűsítés, eszközök beszerzése. Aztán 2020-ban Tiszavasvári kapott egy lehetőséget, szintén negyedik kormányzati támogatásra, közel 2 milliárd forintot. Ennek része volt egy orvosi rendelőnek az építése, volt egy régi védőnői szolgálatunk, egy épületegység, ami üres volt, ott állt és nagyon csúnya volt, kihasználatlan volt, ezt lebontottuk, újraépítettük, kialakítottunk benne egy mentőpontot, és itt kitérnék erre a mentőpont fontosságára, hiszen van egy mentőállomás, de Tiszavasvár egy nagy település, járásszékhely, 13 ezeren lakunk itt ebben a városban, és hát vannak nagyon komoly üzemeink, alkoholide, veszélyes üzemek, egyebek, és azt gondoltuk, hogy szükséges, hogy legyen helyben egy mentő. Ez néhány héten belül meg fog valósulni, átadásra kerül a mentőpont, 12 órában fog itt állomásozni egy mentőautó és annak személyzete, és ezen kívül az épületben kialakításra került két új orvosi rendelő, a mozgáskorlátozottaknak liftet építettünk, laborhelység került kialakításra, és gyakorlatilag egy vadonatúj, a 21. századnak megfelelő színvonalon felszerelt épületegyüttes valósult meg. Ezen túlmenően a járóbeteg szakellátást átveszi Tiszavasvári Város Önkormányzata, és július 1-től saját szervezeti egységben fogjuk működtetni. Vannak orvosaink, tárgyalásokat folytatunk minden területen, orvosokat fogunk idehozni Tiszavasváriba, de gondoskodtunk már saját röntgengépről, van ultrahangunk és további eszközök beszerzésén is dolgozunk, a fizioterápiát is egy éve a saját kezünkbe vettük, úgyhogy működik a fizioterápiás ellátás. Úgyhogy mindent megteszünk azért, megteszek azért, hogy képviselőről együttműködve, a képviselőkkel együttműködve tiszavasváriaknak a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjuk biztosítani az egészségük megőrzése érdekében. A szűrővizsgálat életet menthet című rendezvényen rendőrségi és látványos anatómiai bemutató is várta az érdeklődőket. Óriási sorok várakoznak a szűrővizsgálatokra, de a kamion melletti területe 300 négyzetméteren zajlanak azért programok, 30 életmódpont, látványos anatómiai bemutató, gondos óra regisztráció, a rendőrség készült külön rendőrségi prevenciós programokkal, és hát Tiszavasváriba is elhoztuk azt a óriási mozisátrat, ez egy 3D-s anatómiai mozisátor, mert segíti megismerni a virtuális technológiai segítségével az emberi testet belülről, amire hát itt ezen a nap is 700 iskolás gyermek is fog érkezni. Azt gondolom az ő részükre is ez egy izgalmas program lesz a mai napon. Maga a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja, ami népegészségügyi program, 2010-ben 76 szakmai szervezet összefogásával a felnőtt lakosságnak készült. Tehát az volt a legfőbb cél, hogy a felnőtt lakosság hozzáférjen az ingyenes szűrővizsgálatokhoz gyorsan és hatékonyan. Majd 2018-ban felismert a bizottság az, hogy hát van egy hiánypótló rész, ugye maga a gyermekprevenció hazánkban, ezért ugye megalkotásra került az utazás az egészségbirodalmába program, melyben most már több mint 100 000 gyermek vett részt országosan. Őnekik szólnak a védőnői tanácsadások, a dietetikai tanácsadások, a látványos anatómiai bemutatók, vagy akár a virtuális technológiai, illetve a rendőrségi prevenciós programok. Tehát picit segít a gyerekeket is bevonni a megelőzésbe és a prevencióba. Ennek a programnak egyébként a legfontosabb üzenete, csak egészséges gyermekből lehet egészséges felnőtt. Egy évben 200 helyszínen érhető el a program, innen egyébként most Hajdúdorogra megyünk hónap tovább, onnan Kisújszállás, onnan Szarvas, onnan Budapest, onnan Pomáz, de egyébként a program hivatalos weboldalán a www.egészségprogram.eu-n minden látogató, minden állampolgár információt talál, hogy a lakhelyhez mikor érkezik legközelebb ez a szűrőprogram. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra, jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!